Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök az Árt Kultúra című magazin műsorunkat látják 2015. október 23-án pénteken, a pontos idő 20 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát! Idén is megrendezték az őszülőt. Október 11-én a Városi Oktatási Centrum adott helyet az immáron második alkalommal megrendezésre kerülő őszülőnek. Gyermekprogramokkal, főzőversennyel, a testvértelepülések és a hagyományőrző klubok műsorával várták a kikapcsolódni vágyókat. A délután folyamán Soltész Rezső és a Bombonis koncertet adott. Szeretettel köszöntöm Önöket, Mezőtúrváros önkormányzata, valamint a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Nevében. Köszöntöm Herceg Zsolt polgármester urat, Batta Attila Viktor alpolgármester urat, a megjelent városi képviselőket, valamint köszöntöm a testvértelepülésünk vezetőit és képviselőit. Rendezvényünket támogatta a Nemzeti Kulturális Alap, Mezőtúrváros önkormányzata, a Mezőtúri Ipari Park Kft., a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., az Újvárosi Hagyományőrző Klub, a Városi Nyugdíjas Klub, a Mezőtúri Kutyakiképzőiskola, valamint Veres Imre és a Pinki Horgászbolt. Én most felkérem Herceg Zsolt polgármester urat, tartsa meg köszöntő szavait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Mezőtúrvárosi Önkormányzata nevében nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvértelepüléseinkről, Törökbecséről, Sepsi, Köröspatakról és Kálnokról érkezett kedves magyar testvéreinket. Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, és majd nem sokára láthatják, hogy a fellépésükkel színesítik a mai nap programját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnos a rossz idő az beűzte a programunkat ide a Városi Oktatási Centrumba, de én nagyon bízom abban, hogy így is szép napja lesz mindenkinek, aki erre a programsorozatra kilátogat. Végezetül szeretném én is megköszönni a támogatóknak azt, hogy lehetővé tették a mai program megrendezését. Én mindannyiuknak azt kívánom a rossz idő ellenére, hogy érezzék itt jól magukat a mai napon. Mindannyiuknak nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A mai napon a Városi Oktatási Centrum ismételten benépesült, ugyanis az esős időjárás miatt itt rendezik meg az őszülőt. A testvér településekről, Törökbecséről, valamint Sepsikörös-patakról is érkeztek vendégek, akik műsort is adtak. Így van, egy pályázati forrásnak köszönhetően 600 000 forint forrást nyertünk el az önkormányzat pályázata alapján. Ennek köszönhetően tudtuk azt megtenni, hogy meghívjuk a testvértelepüléseken élő magyar barátainkat, magyar testvéreinket. Számos fiatal is elkísérte őket, tehát a küldöttség az korösszetétel tekintve igen vegyes volt, hiszen településvezetők, diákok, pedagógusok érkeztek hozzánk ezen a hétvégén. Tegnap már a Citaregálán a törökbecsei vendégek ízelítőt adtak a tudásukból, és itt a mai napon 10 órától szintén az ő műsoraikat láthattuk. Itt mindkét településről érkezett vendégeink felléptek, tehát a törökbecsei és a sepsikörös-pataki gyerekek is, és hát felnőttek is voltak köztük. Ők is megmutatták azt, hogy mit tudnak. Láthattuk azt, hogy ott is ugyanúgy, mint itt nálunk Mezőtúron, a népzene, a néptánc, a versmondás, tehát a magyar népi hagyományok ápolása az töretlen lendülettel működik. Arról számoltak be polgármester úr is, a Törökbecséről érkezett felnőtt vendégek is, hogy természetesen a fontos céljai között szerepel az, hogy a hagyományainkat ápolják, a magyar kultúrát fenntartsák, és ami nagyon fontos az az, hogy utánpótlást szerezzenek ennek, hiszen hogyha azok, akik ugye ezt a célt tűzik a zászlójukra, azok kiöregszenek, akkor ha nincs utánpótlás, akkor bajba kerülhet ez a törekvés, de hála Istennek, hogy azt láthatjuk minden településen, és természetesen itt Mezőtúron is, itthon nálunk, hogy vannak követők, vannak olyan fiatalok, akiket megfertőz a népművészet, a néphagyományok, és bizony ők is követői lesznek ennek. Ékes példája volt egyébként ennek a tegnapi Citaregála, ahol szintén számos tehetséges fiatalt láthattunk.
testvér településeinkről is érkeztek vendégek az őszülőre, méghozzá Törökbecséről, és a tegnapi napon érkeztek, előzetesen a beszélgetésből ez kiderült, hogy a tegnapi napon szombaton érkeztek meg. Hányan érkeztek Törökbecséről? Törökbecséről táncos gyerekekkel és énekes gyerekekkel érkeztünk, a létszámunk az 22 gyerek és a kísérő oktatók és persze a szegyesület képviselői. Tegnap volt egy ilyen hajózás ugye a Berettyón, és gyerekek nagyon jól érezték magukat, ma viszont ugye a főprogramba tánccal és énekekkel léptek fel a gyerekek, ahol bemutattak különböző tájegységeket, többek közt moldvai táncokat is, és hát készültek erre az alkalomra. Fölépés is elég jól sikeredett. Gyerekek jól érzik magukat, itt programokba bekapcsolódnak, még az itt maradt, hátramaradt időt gondolom, hogy a házigazdák különböző programokkal fogják kitölteni, és hát tudomásom szerint este táncházzal fog zárulni a rendezvénysorozat. Elmúlt két napban milyen programokon vettek részt itt Mezőtúron, és hogyan érezték magukat eddig? Próbáltunk olyan gyerekeket hozni Kürös-patakról, akinek nem volt ideig lehetősége túljönni a határon Magyarországra. Nagyon tetszik a gyerekeknek, ugyanis ők még nem voltak a határon túl. Tegnap voltunk a Kerámia, a múzeumban, a Fazekas múzeumban, ahol sikerült korongozzanak, agyaggyúrás, ami ezeknek a gyerekeknek különlegesség volt, ugyanis nálunk Kürös-patakon nincs hagyománya a korongozásnak. Ezen a foglalkozáson vettünk részt, délután pedig interaktív játékok voltak soron, közös társas játékok és ehhez hasonló dolgokkal foglalkoztak a gyerekek. Mi pedig részt vettünk a Szivárvány Citra zenekarnak a 45. évfordulóján, alakulásának 45. évfordulóján. Nagyon tartalmas és hasznos előadást láthattunk.
a mai napon is itt vannak még az őszülő elnevezésű rendezvényen. Meddig maradnak? Mai napon itt voltunk, a gyerekek egy rövid műsorral készültek erre a rendezvényre. A délutáni programjuk túrkávén egy melegfürdőzés, majd azt követően visszajövünk ide a rendezvényre. Holnap délelőtt iskola látogatás, fel szeretnénk venni az iskola között is testvérkapcsolatot létesíteni, és 11 óra körül indulnánk haza, ugyanis egy 10-12 órás utal előttünk. Idén immáron a második alkalommal várja a kikapcsolódni vágyókat az őszülő, és idén is főzőversenyt is rendeznek, és az esős időjárás ellenére sokan eljöttek főzni. Mifő a Bográcsban? Ádám Imre vagyok, Mezőtő lakos. Minden évben birkapörköltet szoktunk főzni, vagy csülköt. Most kivételezem birkafő, másik Bográcsban a hallé. Hány fő részére főz? 50 fő részére fő, 40 kiló összedarabolt birkahús, hagyományosan, mint mezőtúri ember, alföld ember, vörös hagyma, színes paprika, kevés fokhagyma és víz. Hány órakor kezdett el főzni a mai napon, és mikorra fog elkészülni ez az étel? Reggel 7 órakor elkezdtük a hagymát pucolni, megpirítani, elkészítettük, talán a húst össze volt darabolva, meg most felkészítettük, 7:30-kor, 8 órakor fölfőtt, körül délre kész lesz, egy 6 éves birka volt. Hányan vesznek részt a munkában, a segítségben, hányan segítettek a főzésben? Mert egyik fő segítőm, a testvérem Hentes, unokaöcsém szintén kiváló hobbi főzőmester, hárma szoktunk egyben főzni, és egyik kedves jó barátom, aki nincs itt sajnos, Távrosi Géza, ő beteg, de minden évben éveken keresztül mindig együtt főzünk. Ő egy nagyon jó barátom, javulást kívánok így a évén is keresztül. A pörkölt mellett a mai napon más típusú ételeket is készítenek itt az őszülőn, a főzőversenyen. Nálad mi fő a Bográcsban? Nálam hallé fog elkészülni, remélem, hogy sikerülni is fog. Hogyan készíted el ezt a hallét, mi ennek a különlegessége? Hát ez mindenkinek egyéni szerintem a hallé. Én egy alaplevet főztem, ami elkészült a Bográcsba, és a hallat pedig helyszínen darabolom hozzá föl. Mikor kezdted el a főzést, és mikorra fog elkészülni ez a hallé? Hát az már tegnap elkezdtem a alaplevet főzni, és ezt délre szeretném elkészíteni. Hány főre főzöl a mai napon, és van-e segítséged? Van segítségem több is, és egy ilyen 30 főre szerintem elegendő lesz ez a hallé. Az őszülő egyik fontos programeleme a főzőverseny. Mi fő a Bográcsban? Nálunk most birkapörköltet főzünk, és pacal van a benti épületben elhelyezve, az még ilyen felfűvésben van, és itt csülökpörkölt lesz körömmel még, amit elkészítünk. Van esetleg valamilyen specialitás, a különleges elkészítési módja ezeknek az ételeknek? Instán jellegűen van. A birkapörkölt az turkevei mintára készült, tehát benne a perzselt fej, benne a köröm, őt úgy készítjük, mint turkevén, ahogy szokták. A csülök, azt, mint ahogy mezőtúron szoktuk, egy kis füstölt csülökkel, meg van spékelve a köröm, és akkor a pacal az meg megint csak hagyományosan egy kis marhapatával, tehát egy kis spritz van benne, de igazándiból nem túlzottan variáltuk túl, csak hogy a helyi szokások szokták. Mikorra fog elkészülni? Szeretném dél és fél egy körül tálalni az ételeket. A Hagyományőrző Klub már hagyomány, hogy minden városi rendezvényen részt vesz, és a mai napon 3 Bográcsban fő a topogó. Hogyan készítik a topogót? Hát a topogót azt mezőtúri szokás szerint szoktuk általában készíteni.
Hát a régi módtól egy picikét azért eltértünk, mert mi már nem úgy főzzük, mint annak idején eredeti hagyomány volt, tehát nem pirítunk szalonnát általában hozzá, hanem hát zsírral készítjük fel. Hát a topogónak az alapanyaga, hagyma, krumplé, aztán hát különböző fűszereket használunk hozzá, hát elsősorban paprikát, ízesítésként egy kis csöves paprikát is szoktunk alkalmazni, hogy egy kis bukaéja azért legyen. Általában házi készítésű tisztával szoktunk dolgozni, de ilyen esetben, amikor hát nagyobb tételbe főzünk, mint jelen esetben is, három bográccsal, általában hát boltban árusított tésztából szoktuk készíteni. Egy a lényege az, hogy ha több bográcsba főzünk, azért is szokott lenni bolti tészta, mert ez ugye egységes. Mert ha nem egy formára van a lebben nyúltva véletlenül, az már befolyásolja a főzést, meg hát az ételnek a minőségét is természetesen. Ezért szoktuk általában bolti tésztát használni. De hogyan láthatjuk, három bográcsban fő a topogó, hány főre főznek a mai napon? Hát a mai napon 130 fő van jelezve, hát ez egy kicsit körülbelül úgy néz ki, hogy bőséges lesz, de hát ugye az az igazság, hogy úgy szeretjük azt, hogy na azért mindenki jól lakjon belőle. Amennyiben esetleg gyerekek vannak, akkor más a dolog, mert ugye ők hát kisebb adagot fogyasztanak, vagy ha szociális otthonba kerülünk főzni, hát idősebbek, ott is általában kisebb adagot kell osztani. De nem csak hárman vannak itt, hanem több segítő is érkezett a mai napon. Nem csak hárman vagyunk, az az igazság, hogy egy összeszokott stáb dolgozik, azt lehet mondani. Hát van, aki most hiányzik a csapatból, mégis említem, nem egy Herceg Antiék, mert hát ők most voltak 50 éves házasok, és hát ugye ez azzal jár, hogy lakodalom után egy kicsit pihenni is kell. Tehát ő hiányzik a csapatból, hát a hölgyek azok a szokásosak általában. Mikorra fog elkészülni a topogó, hol áll jelenleg a főzés? Hát úgy szoktuk általában, hogy még van szabva, hogy körülbelül mikorára legyen kész, és akkor úgy alkalmazzuk mi az időnket, hogy akkorára tényleg készen legyen. De először úgy volt, hogy egy órakor lesz az első bogrács, de most éppen egyeztettünk a Rózsikával, ő csúsztatott rajta, hogy 14:30-ra. Na most úgy, hogy folyamatos legyen, először egy bogrács lesz, aztán úgy, tehát olyan jó fél óra elcsúszások lesznek a bográcsok között. Hogyan lehetne értékelni a csapatoknak a munkáját? Először is szeretnék megköszönni, hogy minket kértek fel a zsűrözésre a mai napon. 9 versenyző indult ebben az esőzord időben, tehát maximálisan csak alapot lehet előttük emelni. Nem csak egyféle, hanem ha jól emlékszem, 6-7 féle húsétellel készültek, nagyon finomak lettek, időben elkészült minden, dacára azért az időjárási körülményeknek. A zsűri tagjairól mit tudhatunk rajtad kívül, akik vannak még a zsűriben? Ez a zsűri felkészülés ugye onnan indult, hogy a városnapon idén a topogó főzésben a csapatunk első helyzet lett, és így kerestek meg minket a szervezők, hogy vállalnánk-e idén ennek az őszülőnek a főző versenyének a zsűrizésében. Igazából mi itt májusban a városnapon szomszédok néven indultunk. Ebből ugye kisejlik, hogy Molnár István, Malesz György és jó magam szomszédok vagyunk, Kertvárosban élünk. Így képviseltük a csapatunkat, így képviseltük, valamint Huszár Tamásról pedig tudni kell, hogy ő a Nemzeti Szállóban volt szakás, de ha jól tudom, idén már az intézményellátó KFT-nél van alkalmazásban, mint konyhavezető szakács. Mi alapján értékeltétek az ételeket? Ugye néztük a pörköltet, ugye kezdtük az eléggé népszerű birkapörkölten, mert abból 6 étel is készült. Először ugye néztük neki magának a szaftosságát, állagát,
a zsír és a szaft arányát, valamint a húsoknak a puhasságát, a csontokról hogy mint válik le, és ugye ennek az összesnek utána íz szerint a milyen zamatot, milyen ízt adott. Először a birkaételek, birkapörköltek értékelésével kezdtük. Elég nagy fejtörést okoztak a versenyzők, mert tényleg ügyesek és nagyon finom ételt prezentáltak elénk. Utána jöttek úgymond, ha így szabad mondani, a birkapörkölteken kívüli ételek, ugye volt halászlé, vegyes halászlé, amiben volt ponty, balin, és még volt egy harmadik, az most héten nem jut eszembe. Aztán megleptek minket nyúl pörköltel, főztek kecske pörköltet is, valamint marha pörköltet. Úgyhogy maximálisan csak emelni lehet a versenyzők előtt a kalapunkat, mert nagyon szépen, nagyon finom ételeket készítettek. Volt esetleg kedvenc, ami különlegesen ízlett? Hát ugye, ami különlegesen ízlett étel, nyilván a birkaételeken kívül eső, mert ugye ezt azért itt a térségben majd csak minden versenyen nagyon-nagyon sokan és sokféleképpen készítik el, és nagyon finoman. Kíváncsian álltunk a nyúl pörkölt elé, illetőleg ugye a kecske és a halász lé elé. Nagy, de mindenkitől csak azt tudom mondani, hogy ügyesek voltak, ízlett minden étel, de ez, emiatt volt egy kis várakozás, ami kicsit olyan különlegesébbé tette ezt a zsűrizés, hogy nem csak egyféle ételt kellett zsűriznünk, hanem ugye volt egy-két ilyen, úgymond, ha lehet így mondani, egy ilyen meglepetés húsétel. Itt az őszülőn perceken belül Soltész Rezső fog a színpadra lépni, a 60-as évek óta alkot. Mi a sikerének a titka? 60-as évek óta, akkor még igazából nagyon kis gyerek voltam, volt egy Rangers nevű zenekar, és 65-as ki mit tudom, nyertünk valamilyen díjat a Hóesésben című dalunkkal, aztán utána persze rengeteg utazás, meg fellépés volt, és azt hiszem, hogy ha sikerről beszélünk, van persze egy folyamatos jelenlét ebben a műfajban, akkor azt hiszem, hogy a közönség szeretete az, ami a legfontosabb, amit lehet, hogy titokként talán ide bepréseltem a mondatba, de a siker persze sok mindentől függ, és kérdés, hogy mit nevezünk sikernek, mekkora siker. Én emlékszem a 80-as évekre, amikor a Tázsa Fesztivál után önállóan is komoly eredményeim voltak itthon és külföldön is, meg a 70-es években a Corvina együttessel is több lemezem jelent meg, a lemezünk jelent meg. Hát a titok igazából egy állandó munkában kereshető, hogyha ezt itt kielégítő válasznak tűnik. Hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, van-e esetleg olyan emlékezetes fellépés, amit most fontos lenne feleleveníteni? Mezőtúron. Volt egy mezőgazdasági technikum, ez volt az, vagy főiskola? A 72-es Kimitudon volt egy Egyvéros éjszakán című dalunk, és remélem, nagyon készültük arra, hogy ezt élőben is el tudjuk játszani, és itt Mezőtúron játszottuk el, először éltünk be a dalt, amire hát te már nem emlékezhetsz, akkor nem éltél, még meg se születtél talán. De sokan, akik a Corvinát ismerték, azok emlékeznek rá, és nekem ez jutott eszembe, tehát most itt ebben a helyzetben azt kell mondjam, hogy ez volt a legemlékezetesebb, amit most el tudok mondani. Nem először jár, tehát Mezőtúron milyen műsorral készült a mai napra? Én kérdeztem a rendezőket, illetve a kolléginát, aki a műsor előtt felelős volt, és aki bonyolítja az ügyeket, hogy milyen rendezvény ez, és mondta egy őszülő, tehát az ősszel kapcsolatos ilyen, mondjuk így, hogy évadzáró, tehát a tél előtt, karácsony előtt ilyen utolsó nagyvárosi rendezvény, ahol mindenki itt van, a gyerekektől kezdve a felnőttekig, az összes nyugdíjas klub, láttam az öltözőajtókra ki voltak írva, hogy hány nyugdíjas klub van, nem is tudom mennyi lehet, de 8-10 biztosan. És hát éppen megfelelően egy olyan műsorot állítottam össze, ami kicsit vegyes. Persze én a legfiatalabbak, akik a mostani sztárkereső műsorokon nevelkednek, az ő számukra ez nyilván nem jelent újat, amit csinálok, de hát a most lágereket fogok jelenteni. Minket remélem mindenki ismeri szívesen. Élek, hogy elcsánt a tenger, miközben itt van a munkán. Átszúrva, magyarul azt jelentünk mindig, éppen az ég. És mégis, nélkül el úgy érzem a kékése, mi bennünk.
már elmenni. Hát, ez az én kedvenc dalom, annyira intellektuális a szövege, hogy az olimpi belegedetben, aminek az is tanul. Úgy érzem magam, mint te házban, mint iskolában, bezárt jár. Várom, hogy kinyissák az ajtót, és mondják végre, fuss, mehetsz már. Vélek, hogy nem vigasztom senki, a felelős már még messze jár. Csak három hónap van ebből az esztendőből, felépések szempontjából hogyan tudná értékelni a 2015-ös évet? Ez egy nagyon jó év volt, ha most már múlt időmekre beszélek, hiszen három napban nem olyan sokat jelent, és nagyon sokat utaztam, dolgoztam, hát elsőbb persze itt a Magyarországon, de voltam Szlovákiában is fellépni. Ezt ugye elégedett vagyok. Volt olyan időszak, amikor naponta 5-6 fellépésem volt, ez a 80-as évek közepe, 90-es évek eleje, ami nagyon-nagyon igénybe vett. Persze akkor fizikumban jobban bírtam, ma már nem tudnék 6 fellépést megcsinálni, bár meg tudtam csinálni most valamikor május 1-én. Tehát azt kell mondjam, hogy annak örülök, ha ezt a mondatot így lehet a kérdésre, talán a beszélgetést is zárni, hogy úgy érzem, hogy egy általános szeretet vesz körül, tehát a fiatalok, idősek tudják, hogy ki vagyok, ez főleg az olyan hangosan az énnek köszönhető elsősorban, mert ez egy általános nemzeti dal lett, egy örökzöld, de a műsor maga is olyan, hogy nem alszik el, tehát ha majd megnézitek, vagy meglátjátok, hiszen gondolom veszte bele majd vágóképeket, vagy felveszte bele valamit, akkor érzékelni fogjátok, hogy ez egy szórakoztató egy óra, amit el fog tölteni a közönséggel, és ez mindenkinek szól. Tehát bízom benne, hogy itt is, mint ahogy más az országban szerte, szeretettel fognak fogadni, és jól fogjuk érezni magunkat a közönséggel. Jó esik, pizzát eszünk reggelig, iszunk sok martinit, s a fagylat elüdik, járkálunk majd éjszaka, várhat ránk aztán oda. Bolondul, élvezünk, de szép Itália. Élek, meg, így jobb lesz talán. Ne nézz így rám, ezután nem akarlak már téged. Holnap már nem érdekel.
kell, ó, asszony, mit csinálsz? S te reméltök felkavar, hogyha fejre állsz, hol attól nem érdekelsz, bye bye én veled. 20 éves a zenekar. Hosszú idő, 20 év, hogyan lehetne összefoglalni pár mondatban ezt a 20 esztendőt? Nagyon nehezen, éppen ezért adtunk ki egy könyvet erről az elmúlt 20 évről. Sándor András barátunk gyűjtötte össze és segített nekünk felidézni azokat az emlékeket, amiben ez alatt a 20 év alatt történt. Úgyhogy javaslom nektek is, hogyha szeretnétek igazából bővebben olvasni rólunk, akkor ebben a könyvben megtehetitek. Az a cím, hogy még mindig úton. És pontosan azért nehéz kiemelni egy-egy ilyen eseményt, mert annyi minden történt velünk az elmúlt 20 évben, hogy már szinte összefolynak. De ami biztos, hogy nagyon jól éreztük magunkat eddig is, és a közönség szeretete volt az, ami tulajdonképpen így egybe tartott minket, nem csak a barátság. Mezőtúron léptek fel nem sokára, milyen műsorral készültetek, milyen dalok fognak felcsendülni majd? Természetesen a kötelező, úgymond nagy slágereket eljátszuk, de hoztunk egy meglepetés dalt, egy vadonatúj dalt, mert ugye ez a 20 év, ez egy fontos időpont az életünkben, de ez csak egy állomás, ezt megünnepeljünk, megpihenünk egy picit, és megyünk tovább. Erről az új dalról bővebben mit tudhatunk? Minden dalban elbújtatunk egy pici iróniát, öniróniát, vagy legalábbis egy-két olyan sort, amivel szeretnénk, hogy egy picit a tapasztalataikat is átadhatnánk a közönségnek. Ez igazából ez a dalocska arról szól, hogy légy önmagad, ne állj be a sorba. Ennyi az egész. Mennyire formálja a zenekart a közönség, akár egy-egy ilyen fellépés során? Formálja? Hát reméljük, hogy mi vagyunk inkább hatással elsősorban a közönségre, de természetesen ez oda-vissza hatással működik. Hogyha a közönség jól fogadja a dalinkat, akkor nagyon jó bulik szoktak kerekedni, és hál' Istennek a elmúlt időszakra ez a jellemző. Szóba került a könyv, illetve az új dal is. A közeljövőben mi várható még a zenekartól? A 20 éves jubilómi koncertünkről készült egy szép kis filmecske. Ezt szeretnénk természetesen megjelentetni DVD-n, és ezzel párhuzamosan az új 15. stúdióalbumunkat is. Úgyhogy a közelebbi terveink ezek. Mit üzennétek azoknak a fiatal zenekaroknak, akik hasonló pályán szeretnének elindulni, mint ti? Sok kitartást kívánunk nekik elsősorban, és ne adják fel a álmaikat, legyenek kitartóak, és csináljanak mindenképp saját önálló arculatot. És hangoljanak be. És mit üzennétek a televízió képernyőjén keresztül a rajongóknak? Nagyon szépen köszönjük az eddig jó 20 évet is, és remélem még legalább ennyit tudunk együtt tölteni. Hidd el, ha kell, elmondom százszor. Köszönöm figyelmüket, Önök az Árt Kultúra című műsorunkat látták. Egy hét múlva, október 30-án ismételten várjuk Önöket kulturális magazin műsorunkkal. További szép estét kívánok és kellemes hétvégét. A viszontlátásra!